Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy még békeidőkben is az állatvédelemmel és állatmentéssel foglalkozó civil szervezetek rendkívül nehéz helyzetben vannak, és nagyon sok esetben lelkes önkénteseknek a munkájával és nagylelkű adományozóknak a felajánlásával tudnak ők életben maradni. A koronavírus járványnak az elmúlt hetekben történő gazdasági kihatásai, azok értelemszerűen őket is nagy mértékben érintették, és nagyon sok olyan civil szervezet, állatvédelemmel foglalkozó alapítvány és egyesület van ma Magyarországon, aki szinte az életben maradásért küzd. Én a legutóbbi parlamenti felszólalásomban fel is hívtam arra az országgyűlés figyelmét, hogy rendkívüli támogatással, rendkívüli anyagi intézkedésekkel próbálják meg ezeken a nehéz helyzeteken átlendíteni az állatvédelmi szervezeteket. Viszont arra is szeretném felhívni most jelenleg a figyelmet, hogy vészesen közeledik május 20-a, ami a magánszemély adózók szempontjából egy nagyon fontos határidő, hiszen eddig lehet nyilatkozni az összevont adóalapból származó személyi jövedelemadó 1%-ának a felajánlásáról. Én mindenkit arra szeretnék kérni, és egyben arra is buzdítanék, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és bármely civil szervezet részére ajánlja fel az 1%-ának az adományozását. Mindemellett azért arra is szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, hogy az állatvédelmi szervezetek esetében ez a határidő azért is fontos, hiszen az 1% az ő szempontjukból, vagy az ő megélhetésük szempontjából is nagyon fontos. Viszont egy olyan anomáliára szeretném felhívni a figyelmet, amely most a koronavírus járvány idejében különösen fontos és különösen aggasztó. Ez pedig az, hogy a befizetett 1%-os felajánlásokat csak a jelenlegi szabályok alapján szeptember 30-a után kapják meg a kedvezményezettek. Én arra szeretném felhívni a kormány figyelmét, és egyben felkérni a kormányt arra is, hogy módosítson ezen a szabályozáson, hiszen minden kedvezményezetti körnek, minden civil szervezetnek most ebben a koronavírusos helyzetben van a legnagyobb szüksége mindenféle segítségre és mindenféle anyagi támogatásra. Éppen ezért az a Mi Hazánk Mozgalom javaslata, hogy ne szeptember 30-ai fordulónappal lehessen ezeket a felajánlásokat megkapniuk a szervezeteknek, hanem már június 15-i nappal is nyilatkozhassanak, hiszen nagyon sok ilyen felajánlás és adóbevallás elektronikusan érkezik. Ezt a NAV előreláthatólag néhány napon vagy néhány héten belül tudja összesíteni, és várhatóan a június 15-i határidővel azoknak a szervezeteknek a részére, akiknek valóban nagyon nagy szüksége van ezekre a támogatásokra, azoknak ki tudná fizetni. Úgyhogy bízunk benne, hogy a kormány meghallgatja ezt a javaslatunkat, elfogadja, és ezzel több száz, sőt több ezer civil szervezetnek a mindennapi megélhetését tudja segíteni.